Parancsolj, ez az első kép. Emlékszem, ez 5 évvel ezelőtt nyáron történt. Tudni kell a családomról, hogy nagyon sok a piás a családban. És egyszer egy esti kempingedés után én elmentem a barátaimmal, visszaértem, apám csatak részegen egy székre támaszkodban. A nagybátyám, aki méretetlenül sokat piál, legalább annyit, mint apám, ő állítólag már egy órában az előtt is ebben a pozícióban. Hát nem tudtam, egy nagy dalonásnak indult az egész, de egy teljesen bevonult mind a kettő. Anyám meg ugye, tudván apám milyen nagy piás, mi a kapacitás, és ilyenkor, hogy egy kicsit még rátölt, akkor jobban lesz, ezért éppen egy üveg vodkát próbál kínálni a hátizsákjából. Második kép. Apám a kis vodkától rögtön picit magához is tér. De Isten tudja, mit tudom, látta a nagybátyám, hogy a apámat részesíti jelenében az anyám, hát ez teljesen normális, ez házastársa. Mert különben se bírták a nagybátyámat, minden nyaralásra csak a nyakukkal lógott, tehát ők igazából azt szerették volna, hogy tényleg a zombi lenne a csábú végigészít. Úgyhogy ezt a, miután a nagybátyám látta, hogy a vodka az nem az ő övé lesz, hanem az apámé, rátámadt anyámra. Harmadik kép. Hozzámas dolog történt, én még soha nem fordult elő életemben. Apám anyámat nézte a vodkás üvegnek. A szofját fogva próbáltak megkupakolni anyámat. Ezt a nagybátyám kicsit nem is, hogy nehezményezte, hanem partner akart lenni a dologban, és elkezdte a széki táncát, illetőleg a négy lábának a székére kvázi gyertyát téve gyertyatartóként funkcionált az este további részében. Hát a reggelről nem tudom, hogy készült-e fotó. Apámat a detoxikálóba vitték, és azóta anyám, a nagybátyám Maria. Köszönjük szépen! Mi volt egyébként? Mi volt? Abszolút tényleg. Majhárok a tetetet. Köszönjük! Szállnál, a tunkat, a felismertet gondolat.